üdvözlöm Önöket a mai interjúban. A vendégeim most dr. Nagy Zsolt, a Vesz Nonprofit Kft. Ügyvezetője, és Patvaros Müller Péter a Prolabortól. Ugye az elmúlt bő másfél évben azért elég komoly átalakuláson ment át a házi orvosi rendelés, főként a vírus miatt, és október 1-től ehhez igazodik most már a labor működése is. Hogyan működött eddig a rendszer, Zsolt? Nem csak a házi orvosi rendszerben történtek változások, hanem a szakorvosi rendszerben is, azért ez fontos hozzátenni. A laborvizsgálatok eddig úgy történtek, hogy megkapta a beteg a beutalót házi orvosától, gyerekorvosától, szakorvosától, eljött a laborba, bejelentkezett, és megtörtént a vérvétel. Elég nagy zsúfoltság volt, ezért próbáltunk egy behívórendszert, illetve be is üzemeltük, ez működött, de ahogy visszaengedték a betegeket a rendszerbe, továbbra is nagyszámú beteg állt a labor előtt. De a vizsgálatokat minden esetben elvégeztük. Ezen fogunk most változtatni október 1-től, amit majd Péter részletesen el fog mondani. Egyébként hol vizsgálják a levetvért, és hány nap, mire megvan egy-egy eredmény? A levetvért azt természetesen ott a laborban vizsgálják, nagyon modern gépekkel rendelkezünk, és többnyire aznap, de másnapra szinte minden egyes vérvétel. Vannak kivételek, amikor több nap is szükséges az eredményhez, de az esetek nagy részében gyakorlatilag másnapra megvannak az eredmények, természetesen feltöltve az IST-be. Milyen változásokkal kell számítani azoknak, akik vérvételre mennek, Péter? Alapvetően, ahogy Zsolt is említette, bevezettünk egy előjegyzési rendszert, ami több szempontból is előnyös a pacienseink és az egészségügyi dolgozóink számára. Gyakorlatban ezt úgy kell elképzelni, hogy egy központi telefonszámot határoztunk meg, amit két asszisztensünk kezel folyamatosan reggel 8 és délután 4 óra között, és ezen a számon lehet előjegyzési időpontot kérni, aminek köszönhetően az ellátása a pacienseknek itt Balmazújvárosban nem a mi balmazújvárosi asszisztenseinket terhelik, hanem ők ugyanazon a színvonalon, mint eddig, a továbbiakban is, és folyamatosan tudják biztosítani azt, amit eddig is megszoktak a balmazújvárosi lakosok. Tehát jól értem, kérnem kell egy beutalót a házi orvostól, azt megkapom, és utána még időpontot egyeztetni a laborral, hogy mikor tudom a vért levetetni? Így van. Egy pici segítséget hadd adjak, ugyanis gyakorlatilag az egész országban a szakorvosi ellátások, és ez ugye szakorvosi ellátásnak minősül, mindenhol előjegyzés alapján történik. Mi nem csak a vírus miatt, már előtte bevezettük a előjegyzéseket az összes szakrendelésen, így most ezt követi a labor. Értem. Tehát akkor megvan a beutalónk, fölhívjuk azt az adott telefonszámot, amit így majd rá fog mondani, ott kapunk egy időpontot, és akkor erre az időpontra kell bemennünk, és ott veszik le akkor a vért. Ugyanúgy Balmazújvárosban a laborban, csak nem 8-tól, nem tudom, 10-ig. Eredetileg 7:30-tól volt 10 óráig. Igen. A vérvétel. Ugye ez különböző problémákat okozott, például, hogyha sokan próbáltak minél hamarabb érkezni, akkor 7:30-kor már 15-en, 20-an, esetleg 30-an is sorban álltak, amivel ugye gyakorlatilag az a kényelmetlen helyzet állt elő, hogy voltak olyan emberek, akiknek akár 2 órát is várakozniuk kellett, hogy levegyék a vérüket. Ez az előjegyzési rendszer megoldja. Gyakorlatilag mindenki, amikorra ki van írva, ott őt már várják az asszisztensek, és nem lesz a jövőben olyan, hogy több órán keresztül várakozni kell a laboratórium előtti váróban. Akkor ez így elég ideálisnak tűnik lakossági szempontból, hiszen nem leszünk 30-an, 50-en egymás szájában, mert ott azért elég kicsi a váró, hogyha jól emlékszem rá. Annyira nem kicsi a váró, de mindenképpen pozitív lesz a lakosság részére. Amikor bevezettük az előjegyzési rendszert a szakrendeléseken, jelentősen csökkent a zsúfoltság. Tehát még ugye én ortopédiát is rendelek, volt úgy, hogy 15-20-30 ember várt a rendelőm előtt, és ez a vírus előtt, amikor nem tudtuk, hogy van ez a vírus, hát igazán a betegeknek kellemetlen volt, nekem is kellemetlen volt, mert láttam, hogy türelmetlenek egy bizonyos idő után. Azzal, hogy bevezettük az előjegyzési rendszert, jelentősen csökkent a várakozási idő és a rendelés zsúfoltság. Ezt várjuk most a labortól is. Várhatóak-e bármilyen újítások még a labor környékén, vagy a labornál? Alapvetően most nézzük azt, hogy
esetleg ezt az előjegyzési rendszert, ezt a Balmazújvárosi laborban dolgozó asszisztensek le tudják-e kezelni a jövőben. Most egyelőre féltünk attól, hogy nehogy azok, akik vérvételre érkeznek, hátrányt szenvedjenek azért, mert esetleg a Balmazújvárosi asszisztenseknél folyamatosan csörög a telefon, mert előjegyzést szeretnének kérni az emberek. Úgyhogy most, hogy úgy látjuk, hogy kezd beállni a rendszer, és ez a hirtelen hullám, ez most már csendesedik. Valószínűleg át fogjuk adni a Balmazújvárosi asszisztenseinknek az előjegyzés kezelését. Ha már az előjegyzésekről beszéltünk, mettől meddig lehet majd időpontot foglalni, tehát minden nap van-e vérvételi lehetőség, illetve milyen telefonszámon? Ez a telefonszám, ez a 0670 363 2375, ami gyakorlatilag minden hétköznap reggel 8 és délután 4 között hívható. Amennyiben esetleg foglalt a szám, akkor kérem a pacienseinket, hogy próbálkozzanak tovább, és mindenképpen mindenkinek lesz előjegyzett időpontja. Mettől meddig vesznek vért? A vérvétel az 7.30-tól 10 óráig zajlik, ugyanúgy, mint ezt megelőzően. Egy fontos kiegészítést szeretnék tenni, mert a lakosok attól félnek, hogy mi van az olyan beteggel, akinek sürgősségi vérvétel kell. Az továbbra is megmarad. Ebben az orvosokra támaszkodunk, tehát hogyha valakinek a vércukra, vagy a hemosztázisát kell beállítani, vagy más gyulladás miatt sürgősségi vérvételt kell, az természetesen soron kívül, tehát ahhoz nem időpontot fogunk adni, hanem arra lehetőség van, csak ezt a házi orvos és a szakorvosi kollégákkal átbeszéltük, ezt ők a megfelelő kérőlapon jelezni fogják. Tehát nem kell félni, a sürgősségi vizsgálatok ugyanúgy működnek. Ez nagyon megnyugtató, reméljük sikeres lesz a működése ennek a rendszernek, és majd a későbbiekben, ha lesznek újítások, akkor újra találkozunk. Köszönöm szépen az interjút! Köszönjük!